Jóval kevesebb hajléktalan tölti kint az éjszakákat Miskolcon, mint korábban. Tavaly mintegy 20-an voltak, akik életvitelszerűen éltek a belvárosban. Most mintegy 6-8 emberről tudnak az önkormányzati rendészek. Ettől rosszabb a helyzet a külvárosi részeken, ahol a szakemberek szerint mintegy 100-150 ember él a szabadban. A 2018. októberében hatályban lépett törvényváltozás után a Vörös Kereszt is lépett, és új szolgáltatással bővítették hajléktalan szállójukat. A lazább szabályok miatt egyre népszerűbb a hajléktalanok között. Minden asztalnál és szinte minden széken ülnek a nappali melegedőben. Ez télen általában így van. Sokan hosszú évek óta igénybe veszik a hajléktalan szálló szolgáltatásait, de olyanok is vannak, akik eddig kint éltek. Csorba Zsuzsanna csak megromlott egészsége miatt jött be a szállóra, egyébként saját elmondása szerint nem választotta volna ezt a lehetőséget. Én is hittem, mert itt nem, bent nem lehet inni, bent nem lehet cigarettázni, kint meg tudnak inni. Na meg hát a másik, itt tisztálkodni is kell, ott meg nem, csak akkor, mikor esik a eső. A 2018. októberében hatályba lépett rendelkezés, ami tiltja, hogy bárki életvitelszerűen tartózkodjon közterületen, változást hozott a Vöröskereszt hajléktalan szállóján. Az intézmény vezető elmondta, kibővítették a szolgáltatást egy úgynevezett befogadó szálláshellyel. Itt jóval lazábbak a szabályok, ezért egyre népszerűbb. Erre elég sokan fogékonyak voltak, mert ott ugye nem kell tüdőszűrőigazolás, koedukáltan igénybe vehető, akár italozni is lehet bent, nem szigorú szabályok szerint működik. Egyre többen töltik az éjszakákat a miskolci hajléktalan szállókon. Körülbelül 450-en választják a fűtött szobákat, de a szakemberek szerint még mindig 100-150-en lehetnek azok, akik inkább a hideget választják. Ők többnyire külterületen keresnek menedéket, de az önkormányzati rendészet munkatársai a belvárosban is ismernek olyan helyeket, ahol rendszeresen találkoznak hajléktalanokkal. Például az egyik kapuajban, az Erzsébet téren. Jellemzően ezen a helyszínen az elmúlt egy jó másfél hónapban volt napi szintű problémánk egy személynek az itatózkodása, hogy az éjszakáit rendszerint itt töltötte, többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó igénybe venni a szociális hálózat lehetőségeket. A rendészek szerint az elmúlt évekhez képest határozottan kevesebben vannak kint a belváros területén. Évekkel ezelőtt, vagy akár azt mondom, hogy tavaly télen is egy 20 fővel tudtunk vidáman számolni, hogy ők életvitelszerűen közterületen vannak a télen is. Most ha egy 6-8 fő, akivel rendszeresen találkozunk, nagyon sokan bementek ugye a Vöröskereszthez. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás esetén a miskolci önkormányzati rendészet hatásköre a hajléktalanok figyelmeztetéséig és a rendőrség értesítéséig terjed. Ezen kívül más intézkedést nem tehetnek. A munkatársak felkeresik azokat a helyszíneket, ahol szoktak lenni hajléktalan személyek, hosszabb ideig tartózkodnak hajléktalan személyek. Amennyiben indokoltnak látják az ott tartózkodásukból, állapotukból, akkor egy diszpécser szolgálaton keresztül a Vöröskeresztet értesítve segítő krízisautót hívnak a helyszínre. Ilyenkor a krízisautónak van lehetősége arra, hogy beszállítsa a hajléktalant valamelyik ellátó szolgálathoz, persze csak akkor, ha az érintett együttműködő, tette hozzá Kovács László Csaba.